Jelentős drágulásokkal köszöntött be az októberi hónap Romániában. A tél közeledtével megnő a lakosság rezsiköltsége, és a gépjárművezetők is drágábban tankolnak. Tegnaptól többet fizetünk az üzemanyagért. A kormány ugyanis újabb 16-ban is jövedéki adót vetett ki a benzin és a gázolaj árára. A töltőállomásoknál szeptember közepétől 4,60 baníról mára már 5,4 baníra nőtt az üzemanyag literenkénti ára. Ez számokban azt jelenti, hogy átlagban egy telitank mostantól 20 lejjel többe kerül, mint szeptember első felében. De mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, ezentúl valahányszor felkapcsoljuk a villanyt vagy bekapcsoljuk a televíziót. A villamos energia ára ugyanis kilovattóránként 3 banival nő, ami egy átlagos háztartás esetében 3 lejjel nagyobb számlát jelent. A földgáz ára átlagosan 6%-kal emelkedik, ez mintegy 4 lejjes többletkiadást eredményez havonta. A hazai élelmiszeripari szakszervezetek szövetsége szerint a drágítások a különböző termékek és szolgáltatások áremelését is maga után vonja. Becslések szerint emiatt 5-6%-kal nőnek az élelmiszerárak októberben. És hogy teljes legyen a kép, az utóbbi 2 év legmagasabb értékére nőtt a 3 hónapos bankközi kamatláb is. Konkrétan egy 30 évre felvett 60 000 eurós lakáshitel esetén a törlesztő részlet 133 lejjel nőtt meg.